Annak ellenére, hogy Káván nem főállású polgármester vezeti a települést, mégis számos fejlesztésről, több az elmúlt időszakban befejeződött beruházásról tud beszámolni. A település vezetője a közelgő önkormányzati választásokról is beszélt kameránk előtt. Káva az elmúlt időszakban egy hatalmas fejlődésen ment keresztül, korszerűsítettük a közvilágításunkat, az óvodánkat helyrehoztuk, új szigetelést, új ablakokat kapott, beszíneztük, az iskolában kicseréltük a nyilászárókat, és amire a legbüszkébb vagyok, egy új korszerű energetikai rendszer alakult ki a településen, az önkormányzat épületét, az orvosi rendelőt, az óvodát is 21. századi faaprítékkal látjuk el, így az épületeink 75%-a megújuló energiaforrásból kerül fűtésre. Most készült el őstermelőknek az árusítóhely, a kultúrépületét idei évben fejlesztettük, nyilászárókat cseréltünk, szigetelés új szint kapott, illetve a teret is megújítottuk, valamint ami a környezetünkben nagy meglepetésnek számító, egy kültéri fitness parkot hoztunk létre, amely remélem az összes településen előbb-utóbb megvalósul, és a többi településen olyan népszerű lesz, amilyen nálunk, a nyugdíjasoktól egész a gyerekekig. Valamint megvalósítottuk, üdvözlőtáblákat helyeztünk ki, utcanévtáblákat, és még nagyon sok mindent sikerült ezen ciklusban létrehoznunk. Még ebben a kis időben a választásokig a boltépülét helyre fogjuk tenni, illetve az önkormányzat épület kerítése, tűzoltószertár meg fog újulni. És valamint a legfontosabb, ami itt a 20 települést összefog, a csatorna beruházás, ami ha minden igaz, akkor nem sokára befejeződik, és mi is megkapjuk azt, ami jár nekünk, és korszerű 21. századi minden tekintetben fejlett kis település leszünk. Az emberek itt maradnak, nem mennek el, és a környező településekről, messzebbről ide települnek az emberek, és itt találnak új otthont. Milyen tervei vannak még a jövőre nézve, illetve most lesznek a választások, indul-e? Ez egy jó kérdés, még nem döntöttem. Mivel én társadalmi megbízatású polgármester vagyok, ezért nekem nagyon fontos az, hogy van egy munkahelyem, a munkahelyen is helyt kell állni. KFT, Kávának a legnagyobb iparűzési adó befizetője, évi 5-10 millió forintot fizet be, ami 25% a költségvetésünknek. Tehát el kell döntenem azt, hogy melyik utat választom, el kell döntenem nekem, illetve a cég vezetésének, hogy melyik a prioritás, de amikor nem vagyok itt, akkor is a falunak dolgozunk, mivel az adóbevételeken keresztül, a gépjárműadón keresztül gyűlik a pénz a kasszában, és ebből tudjuk megvalósítani a beruházásokat.